Hello! Hello! Ciao! Szeretnénk egy ilyen kis évvégi összefoglaló videót készíteni nektek, hogy hogy telt nálunk ez az év. Nem volt a legegyszerűbb sajnos ugye a vírus, gondolom ezt is éreztétek, nem tudtunk találkozókat, nem tudtunk ilyen nagyon sok közös videót készíteni, viszont attól függetlenül mi hárman próbálkoztunk ezt az évet a lehető legjobban kihozni, próbáltuk a heti két videót, azért viszonylag érdekes tartalmakat is hozni nektek. Úgyhogy nézzünk vissza, hogy hogyan is telt ez a 2020-as év. A legelső videónk az egy Mavic Mini Sale teszt volt, novemberben jelent meg, ugye tavaly novemberben, ott a távolságtesztes videót azt imádtátok, és a mai napig nézitek, és ezzel indítottuk az évet. Utána jött egy FPV-s videó, még Colmannel. Sajnos utána ezt a versenyzés, ugye ezt szintén a vírus félbeszakította, és nem is nagyon tudtuk mi se így, meg nem is akartuk fölvenni velük a kapcsolatot, próbáltuk betartani a szabályokat. És rengeteg videót, tényleg ahogy most így visszapörgetjük a YouTube csatornánkat, rengeteg mindent készítettünk nektek. Mi volt a legjobb, vagy kedvenc? Válasszunk gépet, hogy melyik tetszett. Vagy nem feltétlen gép, hanem így videó, vagy legextrémebb, hát, vagy... A videóban nekem a... Amikor magasra mentünk. A zűrbe? Igen. Ja, az elég jól nézett ki, csak kár, ha egyébként hogy lehet több kamera is. Hát igen, de azt azért nem gondoltuk. Hát meg megkeresni sem volt a legegyszerűbb, szóval még segíthetünk volna. Nekünk egyszerűbb dolgunk volt, mi csak elküldtük. Mi csak beleraptuk a dobozba a GoPro-t, meg ugye a Osmo Action Cam-et, meg az Instát. Én meg mehettem érte összeszedni, fáról leszedni. Nem is teszedted le a fáról. Hát meg ott ugye nem is feltétlen az, hanem hogy egy ilyen rádiós jeladó, meg mobil internetes jeladó volt benne, ilyen színkártyás cucc, és igen, az utolsó pozíciót valami másfél kilométer magasan kaptátok, igen, ugye? Igen, túl biztosítottnak tűnhet, hogy mobil hálózat is, hiszen mindenhol van net, nem? Tehát, hogy már 5G-nél tartunk, de... az erdő közepén nincsen. Hát, de és hogy vagy be, akkor nem is tudsz telefonálni? Hát ő nem. Nem. Ha felmászol a fát, én azt hittem amúgy talán már, hogy így 2020-ban ilyen nincs, hogy valahol nincs térerő. Mert hogy azért nem annyira vidéken voltatok. De azért eléggé. Hát de a Balatontól nem messze. De. De az pont az a vidék, ahol ilyen vannak ilyen kisebb völgyek, hegyek, igen, dombok. De ez egy domb tetején volt, egy dombon, egy fa tetején. Nem is az volt a lényeg, hanem ott valami 2000 méter után megszakadt ez a repülőgép követő, vagy nem tudom minek hívják ezt a kis rendszert. Utána a mobilhálózatokra hagyatkoztak volna, de még szerintem egy ilyen Crossfire-ös vagy FireSky igen, az is jobban jártunk volna. Igen, úgyhogy az egy tök izgalmas videó volt, szerintem baromi jó videó lett belőle, hogy fölemelkedtünk végül is ugye 30 km magasra, és a kamerák tök jó teljesítettek, legalábbis ugye az Insta 360, meg az Osmo Action Cam, hát a GoPro-k azok sajnos csődöt mondtak, mind a kettő, ami benne volt, nem értem, hogy melegedhetett túl, mikor oda fönn már azért. Lehet, hogyha mondjuk ilyen időben küldtük volna fel, hogy küldték volna fel, akkor nem láttunk volna 2 kilométer után semmit sem, mert olyan pára megköd van, hogy... Hát de hogyha belülről melegszik a GoPro, akkor azon nem csapódik le a pára, hanem... Ja, de nem úgy, hanem hogy maga a földet nem láttuk volna, mert hogy nem. De hát 30 kilométeren már nincsenek felhők. De alatta még lett volna. De azért most se látjuk. Az még most se látjuk. Na mindegy, az egy izgalmas videó volt. Rengeteg újdonság jelent meg amúgy még 2019-ben, amit mi is vártunk, hogy hát ha eljutnak Magyarországra. Ugye ilyen volt például az Autel Evo, a Skydio, meg ezek a furcsa bikopterek, ugye az 50 perces repüléssel két motorra. Hát sajnos ugye ebből csak egy jutott el Magyarországra, és ugye az az Autel Evo volt, abból is ugye a 8K-s verzió tele szenzorokkal. Ez egy izgalmas gép volt, én látnék is benne fantáziát ebbe a gépbe, csak sajnos a support, meg a támogatás az, ami... Meg az ára. Igen, de ha azt nézed, az ára az nem annyira, mondjuk egy Mavic 2 Pro-hoz, igen, nincs, tehát hogy a kategóriájában nincs. Tudásához képest nincs túlárazva, csak az, hogy nincs ez a kiépített tényleg support, igen, nincs ez a szervizhálózat,
nincs, tehát nem olyan nagy tömegével adják el, hogy erre lehessen építeni. És ugye amerikai cégről beszélünk, tehát hogyha esetleg vesztek ilyet, és bármi problémátok van, akkor az Amerika. Tehát, akkor elő a pákát, meg a savarhúzót, és akkor... Na jó, de ha csak esetleg véletlenül megsérül egy propeller, azt se tudod kicserélni, hogyha éppen itthon nincs, mert nincs. Tehát, hogy így... Faragszfából. Igen, ezeknek ez volt a legnagyobb hátrány. Amúgy mi benne volt mesterséges intelligencia, ahogy Tomival játszottunk ott a bokrok között, azért... Az amúgy, ami... Abban van, tehát látszik, hogy van mögötte valós... Nem azt mondom, hogy tudás, mert ez hülye hangzik, de hogy tehát tényleg nem csak egy kamu dolog, az tényleg nagyon jó. Hogy amúgy ezt mennyire használnak így a hétköznapokban, szerintem nem sokan, viszont... De egy biztonsági részletet adhat, hogy kielőzz vele bármit, bármikor megjelensz egy poit, akármerre repüljön, fogja és megáll, és tud vele bízni. Úgyhogy ez egy jó gép volt, reméljük, hogy egy kicsit talán idén majd. Hát, na de meg, melyik volt a 2020-as kedvenc gépetek? Hú, hogyha így összességében kell tekinteni akkor, amiket teszteltünk. Hát nem is tudom. Ez egy nehéz kérdés, mert nem vagyunk elfogultak, de ugye mindannyiunknak a fő profil, vagy a hobbink az inkább ugye az FPV. Tehát hogy a videós gépek, most ugyan van egy közös, egy Alfi, amit leginkább ugye Ákos próbálgat, tesztel, viszi haza, repül. De amúgy a hétköznapokban én sem megtesett, tehát hogy így... Nem. De melyiket választanád, hogyha kéne? És nem számít a lóvé. Nem tudom. Jaj, úgy megvenni most. Megvenni? Izé, hogy... Én azt hittem, hogy idén, amit bemutattunk, azok közül. Hát azok közül, hogyha azok közül vásárolnál egyet, melyik lenne az, amit megvennél magadnak? Én nem tudom. Az a baj, hogy... Tehát hülyemzik, hogy én... Ahogyha az ár nem számít, akkor nyilván az Evo 2-t venném. Hogyha számít az ár, akkor nálam a Mini 2. Amúgy igen, viszont ugye ez furcsa, mert hogy nincs szükségünk ilyenekre. Tehát, hogy így nem is nagyon, jó, de... nem is nagyon hajlok arra, hogy egyáltalán vegyek ilyen gépet, mert egy az, hogy jön annyi, meg hogy a privát repüléseinket, azokat tényleg inkább FPV-vel oldjuk meg már. Hát, na. Úgyhogy nem. De... Választhatod a saját FPV gépedet is. Nem is, hogy FPV-t teszteltük. Hát igen, ha már így FPV, akkor ott ugye be kell vallani, hogy a Tiroval egy kicsit mellé nyúltunk, ha esetleg valaki nem látta volna mindegyik részt. Elkezdtünk pont évelején azzal kezdődött, hogy négy részben megépítettünk egy versenygépet a nulláról. Ez egy szetben lévő csomag volt, árértékarányban ugye. Jónak tűnt. Jónak tűnt. Az alapján még ma sincs, tehát mondjál egy ilyen gépet, ami olyan 30 ezer környékén van. Ja, nincs. Amihez már csak távirányító és... Nincs, de láttuk is, hogy mi lett nem, de például mi lett a sorsa. Hát küzdeni kell az iFlight. Most, hogyha megnézem, nem is tudom, amikor láttam, hát az az nem több. Is plug and play, de... Hát az milyen áron? Hát az $150. Tehát, hogy... Annyival másfélszerese, de ott tudod, hogy... Na mindegy, szóval, hogy ott ugye ezt is megépítettük egy érdekességnek, hogy biztos sok mindenkit érdekel, hogy hogyan épülnek fel ezek a gépek a nulláról, nem kell ettől félni, attól függetlenül, hogy mi is ezzel a géppel inkább, vagyis hát inkább Tomi szívott vele egy kicsit, mert ESC, meg FC, meg hát minden. Hát legalább volt benne kihívás, nem utána az, már... unalmas, hogy összeépíted egyből, hát megy, az tök béna. Amúgy, most hülye hangzik, de ez a hobbi egy kicsit valahogy erről is szól. Tehát, hogyha minden elsőre sikerülne, akkor nem igen, is. Igen, mert amúgy, hogyha veszel egy plug and play gépet, arról is kiderül, hogy valójában valami nem plug and play, mert nem jó a telefonod hozzá, törzs le az alkalmazást, de nem megy. Nem tudsz csatlakozni Wi-Fi-n, Bluetooth-on, mit tudom én, mint... Úgy fejének van valami. Igen. Jövő. Talán amire én azt mondanám, hogy a legizgalmasabb videó vagy forgatás, inkább forgatás volt, azt szerintem az, amikor a Hősök terén repültetek FPV-be. Igen, igen. Mert hogy hát ott, ugye nem raktuk bele a videóba, de hát Ákost elég keményen kellett győzködni, hogy egyáltalán felszálljon. Pedig az igen, is egy... ez ilyen egyszer visszanemtérő alkalom igen. volt. És nem beszélve arról, hogy egy covidos időszak volt, tehát hogy minden adott volt a gyakorlatilag légtér. Tök üres volt a tér is, volt légtér is, az időjárás is tök jó volt, és mégis valahogy egy kicsit ugye ezeket átgondolja az ember, hogy
mégiscsak a Hősök tere. És utána meg mikor viszont repült és visszanézte a saját kis videóját a GoPro-n, akkor pedig szerintem egy napot el tudott volna ott még tölteni. Szerintem ez volt így a talán a legizgalmasabb. Ezen kívül ugye rengeteg minden járt nálunk. Hoopsanok, abból volt a Pro is, a Zino 2, Xiaomi-ből is itt volt az új verzió. Valahogy azt kell mondjam, hogy ez titeket sem mozgatott meg annyira, vagy legalábbis így a nézettség alapján azt kell mondanunk, hogy... Melyik volt a legnézettebb amúgy? Idén? Hú, hát idén szerintem most a legrövidebb... Biztos, hogy DJI. Nem, hát most ez a drón jog. Ja. Ugye a drón törvény, ami igen, most, igen. Most volt, ugye... Jó, mert mindenhonnan minden, volt. Igen, ugye ez mindenkit érintett a téma. Amúgy, hogy azon kívül mi volt a legnézettebb videónk, ezt most így... Ha nem a legnézettebbet nézzük, és még mindig ott, hogy melyik a kedvenc. Tényleg legizgalmasabb az a Hősök terés volt, viszont nekem ami legjobban tetszett, az a Swift 1-es. Swift S1-es. Hát igen, az egy. Videó, bánom, hogy arról lemaradtam. Arról. Az egy akkor egy méretű gép, olyan kidolgozottsággal, annyi emberórát beleölve megépítették, és az valami gyönyörű szépen mutatta a levegőben is. Nagyon szép volt, és a videó is jól sikerült, ennek én is pont örülök. Az igen, az egy nagyon szép, azt nagyon sok mindenki megosztotta ilyen modellező csoportokban is, és egyéb helyeken is, hogy tényleg azért ez egy nem mindennapi szerkezet, ami ott készült. Igyekszünk majd jövőre is még ilyeneket és hasonló témában kalandozni nektek, mert ha már a jövőről beszélünk, nem tudom, hogy jövőre egyáltalán várhatunk-e még valamit. Szóval nem tudom, biztos, hogy várhatunk valamit, de akkor úgy mondom, hogy ami nem DJI. Mert hogy az biztos, hogy a DJI részéről nem titok, ugye nyilvánvalóan mindenki tudja most már így a plegykákból, hogy valamikor mostanában még érkezik egy gyári FPV szett, ugye szemüveg, távirányító és egy gép. Az áráról, ha tippelnem kéne, szerintem ilyen 450 ezer forint környékén lesz. Ha már, hát figyelj, most ha abból kiindulunk, hogy mennyi a szemüveg. Ja, de hogy ebben benne van minden. Minden, szemüveg, minden. Tehát, hogy ez egy RTF, igen. Meg ugye töltő, meg egy akkumulátor legalább, vagy ugye több akkumulátor. Kérdés, hogy annak a szervizelését hogy akarják megcsinálni. Tehát akkor egy ESC, akkor most így... Igen, igen. Tehát, hogy ott... Majd azért még lesznek kérdések, amik hamarosan ugye fényre fognak derülni. Tehát, hogy ez biztos, hogy érkezik. Itt év közepe fele volt szó arról, hogy érkezik egy Mavic 3, ami aztán azóta így eltűnt. Ugye nincs rákényszerítve a cég arra, hogy kiadja, mert a többi gyártó sem adott. De nem tudom, hogy jövőre várhatunk-e például egy Perot. Az gyakorlatilag 4 évente ad ki egy új gépet. És akkor szerintem a legjobb célközönséggel. Bár amikor az Anafi kijött, akkor... Ott nem is a célközönség, ott egy kicsit az árral vannak előve, hogy azért az Anafi mikor megjelent, azért az egy elég komoly ár volt. Igen. Szerintem még most is egyébként, és szerintem jó gép az Anafi, de azért az árért, amennyiért még szerintem most is lehet kapni. Hát meg itt is inkább az, hogy a támogatás. Jó, de ott igazából, ahol árulják shopokban, ott láttad könnyen. Cserélődött a másik. Igen, igen. Na, de ez nem Magyarország volt. Hát ez nem Magyarország volt, igen. Úgyhogy onnan szerintem nem várhatunk gépet jövőre. Hát a Hoopsan meg a Xiaomi, hát nem tudom. Belőlük ők, nem. Az a baj, nem lennének rossz gépek, de valahogy szoftveresen mindig képesek ezeket elrontani. Most pont olvastam egy csoportból, hogy valakinek tök jó állt a gép, és utána jött egy frissítés, felrakta, és borzasztó, tehát nem volt képes megállni így kóvájgot, és levelezett a Fimivel, és akkor küldtek neki egy béta szoftvert, hogy tegye föl azt, hát azzal jó lesz. És valamivel jobb lett, de mégse. Tehát, hogy itt az ilyen apró dolgokkal tudják elszúrni, mert amúgy a technika az adott lenne nekik is, hogy 4K-s kamera, messzire anyagminőség, messzire repülnek, ha fél órát repülnek, csak az ilyen apró szoftveres dolgok, applikáció, hol megy, hol nem megy, nem mindegy milyen telefonon, bár ugye ez most a DJI Fly applikáció esetén például androidosoknak is elég sok probléma van ezzel, hogy nem mindegyik telefonon megy, úgyhogy vannak itt azért problémák nagyjából mindenhol, úgyhogy nem tudom, szerintem érdekes lesz a jövő, reméljük, hogy azért jövőre a vírus helyzet
ad némi lehetőséget találkozóra, mert hogy idén csak egy találkozónk volt. Uh-huh. Amúgy, hát amúgy... Úgymond a miénk, mi is vendégként voltunk meg. Hát, igen, igen, tehát hogy nem hogy... a miénk, csak hogy egy ilyen drónos összeröffenés volt, ami egy kicsit ilyen nagyobb volumenű volt. Ott ugye ez egy kétnapos találkozó volt, Törökszent Miklóson tök jó volt verseny, volt DJI sátor, voltak régi gépek. Ennek viszont szerintem előnyös volt, hogy nem így Budapest környékén volt megrendezve, hanem Törökszent Miklóson. És olyan emberek is eljöttek, akik amúgy valójában nem Pestre nem jönnének fel, Törökszent Miklósra meg... Igen, viszont ugye jöttek a kommentek a pestiekről, hogy jó, én meg igen. Most azért menjek le. Jó. Igen, ez egy nehéz helyzet, tehát hogy találkozót és egyéb dolgokat jó helyen, olyat, ami mindenkinek jó, olyat nem lehet rendezni, mert valakinek mindig utazni kell. Az FPV-sek ugye ehhez hozzászoktak, ők néha az egész országot átutazták. Országokat ugye egy versenyért. Ugye Rolandék, Oszék, simán Ausztriába, Horvátországba, Romániába, mindenhova mentek egy jó versenyért. Ő nekik ez egy természetes dolog, az ilyen találkozókra viszonylag nehezebben mozdul meg az ember. Úgyhogy reméljük, hogy ezért jövő nyáron tudunk mi is valahol egy közös bulit rendezni. Reméljük, hogy addigra ez a vírus helyzet kialakul már. Úgyhogy én szerintem amúgy egy jó évet zártunk ahhoz képest. Hát ahhoz képest, hogy ennyire le volt strapálva a vírus miatt, ahhoz képest jó volt. És amúgy statisztikailag, igen, tehát hogy szerencsére így a család meg mindenki megúszta ezt a dolgot. Statisztikailag amúgy majdnem a duplájára nőtt a csatorna. Uh-huh. Tavaly 10 000 volt így karácsony előtt nem sokkal. Most 17 000-nél járunk, úgyhogy majdnem. Ez is köszönjük nektek amúgy, hogy ezt így támogattok bennünket, feliratkoztok, nézitek a videókat. Egyre több helyről hallom vissza, vagy látom, hogy találkoztak velünk, és hogy sok mindenkinek már felajánlja a mi videónkat. Hát előbb-utóbb most már igen. Ez a jogi videó is sok helyen ő jelent meg. Hát az igen, azért az egy olyan téma volt, ugye, amit mindenkit érdekel. Majd amúgy fogunk még ezzel foglalkozni, mert hogyha január 1-e lesz, reméljük, hogy akkor végig tudunk mi is vinni egy pilótavizsgát, egy drónregisztrációt. Majd te aláírod nekünk a papírt. Elmegyünk valahova tanulni, szóval, hogy ezzel majd fogunk még foglalkozni. Illetve hát tényleg reméljük, hogy mindenfele tudunk majd menni, és hogy most már végre titeket is vissza tudunk majd hívni egy-egy közös videóra, bemutatni a gépeiteket, hogy nektek milyen tapasztalataitok vannak vele, és egyéb dolgok. Úgyhogy készülünk mi is a jövőre. Aki még nem iratkozott volna föl, mert amúgy érdekes, a statisztika azt mutatja, hogy a nézőink 35%-a van feliratkozva, a maradék az nincs. Sok helyről hallottam ezt is, hogy ugye jöttek most a nyereményjátékok, és valaki nagyon utálja ezt a social media felületeket, Instagram, TikTok, Facebook, meg mit tudom én, és egyszerűen nem is akar felregisztrálni, meg mit tudom én, de... Igen, mert ugye videókat meg lehet nézni anélkül, hogy igen, bejelentkezel, igen. Végül is mindegy. Mindegy, persze, csak mi ezt az egy dolgot kérjük, hogy ha néztek, akkor csak kattintsatok rá arra a kis gombra, hetente 2 értesítést fogtok kapni, hogy jött új videó, illetve hogyha live-olunk, arról megy majd egy kis értesítés nektek, szóval, hogy itt nincsen semmilyen ilyen fölösleges spammelés és egyéb dolgok. Elindult idén póló, pulcsi, bögre, tornazsák, maszk, amúgy sapka, maszk, igen, tehát arra is rugdalózó. Minden. Rugdalózó, női bugyi. Francia bugyi, mindenre lehet nyomtatni Drónhanger is logókat. Csinált már Tom is egy kis külön dizájnt, én is csináltam már, úgyhogy majd ezt folyamatosan fogjuk bővíteni. Tudtok rendelni, még esetleg karácsonyra még talán majd odaérhet, ha nem, akkor majd utána nem tudom, hogy mennyire vannak terhelve. Fontos, hogy ezt ugye nem mi csináljuk, mi csak a dizájnt meg a logót adjuk hozzá, úgyhogy ezt megtaláljátok a dronehangeri.polomania.hu weboldalon. A videó alá pedig, aki végignézte ezt a kicsit unalmasabb, szárazabb beszélgetős videót így karácsony előtt, az pedig írja meg, hogy szerintetek mi volt a legjobb, legizgalmasabb videó 2020-ban. Amúgy, ha már így eszembe jutott, 400 videó fölött vagyunk.
annyit termeltünk. Belegondolni. Jó, mondjuk az elején azért vannak olyanok, amit szívesen elrejtenék, de amikor... De hát ez jó, mert egyébként jó, persze, lehet látni, hogy honnan indult a persze, csatorna, azért is nem is bántam őket, tehát hogy majd ez jó lesz visszanézni. Majd... Pont a múltkor valamelyik nap néztem meg azt a videót, amikor kint voltunk a Margit szigeten, és te a Hexával voltál. Ó, igen, ezt nekem is földobtam most valamiért. FPV-s géppel, igen. De az a videó felvétel eszméletlenül remegős, meg alacsony felbontás, meg be van égve. Hát igen, ahhoz képest már a mai jó lesz látni, mármint hogy ha hamarabb elkezdtük volna, azért jó lehetett látni a fejlődést mind a gépek, mind a technika irányába. Hogy ez majd innen mennyire fog ilyen ugrani, hogy mennyire fogjuk észrevenni mondjuk egy mini, meg majd egy nem tudom milyen gépnek a tulajdonságait, meg a videóit, szerintem innen már nem lesz annyira látványos azért, hogy... Most már próbáljuk meg tartani ezt a színvonalat. Így van, igyekszünk, írjátok nyugodtan a véleményeket, tök jó, amikor írjátok, hogy picit remektünk, picit a hang, ezekre majd próbálunk... Nem mozogjunk a közbe, mi közbe követjük a drón. Igen, tehát hogy az ilyeneket írjátok meg nyugodtan, mert igyekszünk tanulni, és ezeket följegyezni, meg pipálni. Ebből tudunk mi is fejlődni, most már 3 éve komolyabban foglalkozunk amúgy ezzel. Akkor volt a legelső kis videónk, úgyhogy... Tököli erdőkockánál. Igen, a kis Unique Breezy-vel, még telefonos irányítás, meg minden. Úgyhogy jövőre várunk titeket mindenféleképpen közös videókra, írjatok nyugodtan, kezdjük el szervezni, nem lesz majd egyszerű. Előtte még azért várjuk meg, hogy ez a vírusos helyzet letisztázódik, és utána megyünk és nyomjuk a közös videókat, közös találkozókat, addig pedig ne felejtsetek el feliratkozni, és ha otthon vagytok karácsonykor, akkor nézzétek meg visszamenőleg a videót, mert szerintem van bőven, most már, hogy említettem, 400 videó, úgyhogy még biztos nem láttátok minket, és írjátok meg, hogy melyik volt a legjobb. Sziasztok! Hello!